Megiszom el. Hát ez nem lesz túl komoly. Mekkora gáz, mekkora gáz. Egy 10 éves, egy erős 30-as furujáz. Mekkora gáz, mekkora gáz. Erre mit mondjak? Inkább nem szólok, csak szlemmel verek, mert mi van, ha nincs igazam és én tévedek? A sorozat, a magazin, meg a tévén az diktál. Vagy ez már volt a Mónika Show-ban is téma, dikmá. A Viván is a buzik döntenek, hogy szexi vagy-e vagy nem. De amúgy most gáz, hogy kimondom. De hát így van, nem? Mekkora gáz, szép akarsz tenni, ezt volt téged a ruhád? Felvedd, neved. Jaj, jaj, aranyos meg minden olyan tipik kis cuki, de ha rád nézek, pont mint a 3 éves unoka húgja. Amúgy előnyös tényleg, mert kihangsúlyoz mindent. Ha hátulról nézlek napszövegben, korom sötétben. Igen, 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 ez a kedvencem, zeretvágó emópánk. Az legalább írtja magát, de mégis annyi van belőlük, újra terem emófán. Mekkora gáz, a hülyeség már tényleg mindent megkoronáz. Internet? Ja, a pózolós kispicsák Málvipen, szigorúan tangában, ha Málvip még nincs, de azt már mutogatják, hogy így tűnjenek nagylánynak. Jelölj, komisz, pusi, szercsi, lafcsi, júj, te mit akarsz tőlem, te csúnya, szőrös bácsi? Á, mindnek nagy a szája, ha megy az emese. Élőben meg sem lesz szólalni, á, köszönjük emese. Mekkora gáz, azt hiszem ez már tényleg mindent megmagyaráz. Mekkora gáz, hogy mekkora a gáz.